Sziasztok! Megyünk a bankba, mármint én megyek. Úgyhogy Niki most már jobban van egy kicsit. Fejtegeti a gipszet, már itt-ott amúgy szétszette, de nem tud kimenni a tér, de ugye össze-vissza van már haslizó, kötözgetve, nagyon sok kötszert tettem már. Kaptunk a kórházba is. Úgyhogy, hogyha lefejtegeti, visszatekergetem. Most már nem annyira vagyok stresszes, de még mindig bennem van ez a dolog. Tegnap éjjel is fölébredtem, és hirtelen kinyitottam a szemem, és olyan volt, mint a kórterembe feküdnék, és én néztem körül, melyik kórterembe vagyok. Vagy csak ezt álmodtam, nem tudom. Kicsit lejöttem, nem tudom, hogy jó tett ez, vagy nem. Tegnap éjjel aludtunk, ugye, mert tegnap előtt éjjel nem aludtani ki semmit. Tegnap már aludtunk. Most algopirint kicseréltem algoflexre, ugye, mert a fájdalomcsillapítót azt meg lehet szokni. Úgyhogy most algoflexet adtam neki. Láttam, hogy egy kicsit kezd hányni, már nem sápadt. Kenyértől kezdve, sült krumpliig, felvágottig, mindent megeszik. Úgyhogy valószínű, hogy ez volt a baja. Ott, amikor gipszelték a lábát, azt mondták, hogy elesett, mert kicsit meg van kékülve, de nem tudom, hogy hol, vagy hogy mit, vagy hogy. Mert szerintem nem esett el, hanem olvastam az interneten, hogyha valakinek lúgtalpa van, akkor lehet ilyen, mert ugye nem teszi rendesen a lábát, ő amúgy se teszi, meg olyan kis anyagul megy. Ugye lehet, hogy azért van ez az egész. Hát a papírján az van, hogy 5 nap, és akkor utána ilyen körgipszet kap. Hát jó lenne, hogyha ilyen tényleg azt a körgipszet kapná, mert azt nem tudná lebontani, ugye? Hát majd szólunk itt lent, hogy lebontotta meg minden. Hát meglátjuk, mi lesz, hogy lesz, intézem azt is, hogy ugye le legyen véve, meg minden, de hát sajnos minden pénzbe kerül, úgyhogy ez van. Úgyhogy még a maradékot most lemegyek, kimeszem. Még az volt a szerencse, hogy megjött a pénz, és tudtam kártyával fizetni mindenhol, mert ugye voltam én ott a patikába is. Nem is tudom már, mit vettem a patikába, megmondom. Ja, elfogyott a revicet, így estére az allergiás gyógyszer, azt kellett venni. Úgyhogy ebből 3500, de nem baj, mert nem ez a baj, hanem az, annak örültem, hogy ugye meg tudtuk venni, ez a lényeg. Aztán majd minden meg lesz oldva, majd helyre jönnek a dolgok, izgulok, a csütörtökön szeretném levinni, mert csütörtökön van az az orvos, aki nekem a törött ujjamat vizsgálta. Egy idős orvos, azt hiszem, és csütörtökön szeretném ide lehozni, ugye a sebészetre, majd a szólok a szolgálatnak, azt valahogy, vagy majd valahogy megoldjuk, anyukám is jön, mert egyedül nem tudom megoldani. Na. Úgyhogy ezek várhatóak most. Hogyha már egy kicsit körgizbe van a lába, akkor egy kicsit szabadabban tudok mozogni. Igaz, így is megcsináltam reggel. Figyelj már, hát beállítottam a hajamat. Hallod? Azt mi hogy állna? Most őszintén. Megint. Na, mindegy. És annyit akartam mondani, hogy tegnap ugye aludtunk, csináltam ilyen petrezselymés krumplit, és pulykamelbe töltöttem vegán sajtot, meg sonkát, összehajtottam, és betettem a sütőbe, és tettem rá szalonnát, egy kis olajat, egy kis, ez tök jó lett amúgy, ma jelentkezek még. Na, mutatok valamit, nézz ide. Állomás. Szentendrei állomás. Szerintem nincs is takarítva. Nézd meg, hogy néz ki. Na. Mindegy. Csak én is meglepődtem, hogy az állomás, ne haragudjál. De hát azért ezt össze lehetne szedni, nem? Na mindegy. De egyébként minden tiszta szemét itt. Meg úgy néztem, hogy az állom se fősúrolva, vagy valamit ezzel a betonnal lelocsolni, vagy valamit kellene, nem? Na mindegy. Hajam meg milyen? Ja, most valamennyire tart. Na, megyek, várom a buszt. Egyébként 12:30-kor jön.
Ugye megnézzük, hány óra van, 12-17 van. Bementem a DM-be, vettem egy ilyen Denkmint, ugye ezt az ultraszenzitívet. Akkor egy ilyen ristelyek, valamit csinálni belőle. Aztán ennyi. Még tudok ilyen kakaós csigát csinálni, mert vettem ilyen deszkós, mi az, leveles tésztát, meg most már Niki jól leszik egyébként, vettem egyik nap is lehet, és elfogyott, megette. Úgyhogy ennyi. Ezeket vettem, aztán most várom a buszt. Nagyon meleg van. Úgyhogy semmi más nem történt. Most már legalább nem megy ki a Nikit érte, mert már lebontotta a gipszet úgy nagyjából, de eléggé vékony gipszet rakottak rá, tehát nem egy ilyen tartós dolog, ennek ugye az a lényege, hogy középen el van vágva, tehát begipszelik a lábat, középen el van vágva, hogyha dagadni kell, akkor tudjon dagadni, és de egyébként nem dagad. Már kidörzsölt a sarkát véresre, úgyhogy anyu rakott neki, odaragasztott neki gészt, akkor leszette azt is. Úgyhogy ahogy lép benne, így dörzsöli. De nem sima seb volt, hanem az már egy ilyen két dörzsölt valami, egy ilyen begyógyult kis horzsa, elég mély seb. Hát nem seb, ilyen horzsolásféle. Úgy tegnap bekentem neki Neumagnormonnal ezt a sebet. Remélem segít neki. Vettem papsi törlőt, mert ugye azt írja a papír, hogyha letelik 5 nap, le kell hozni ide a sebészet, és akkor körgipszet adnak. Hát örülnék neki egyébként, mert azt ugye nem tudja az éle bontani. Ezt az éle tudta, annyi fásli van rajta, jaj. Tele van már fáslival, és úgy fásliztam a végénbe, hogy hátul így megkötöttem csomóra, mert ugye elkezdte letekerni, hát én majdnem fölnéztem így, mert ugye amikor hazajöttünk, akkor nagyon fáradt volt, elaludtam, fölébredtem, és ki volt a térde. És így keresztbe el van izélve már az a gipsz, tehát így el van használódva, vagy mit tudom én, szét lett szedve, le lett bontva. Jaj. Majd még mesélek egyébként, ami még kimaradt. Úgyhogy most gondoltam, hogy egy ilyen vlogot felveszek. Na, még majd jelentkezek otthonról.